Télen sokféle kismadár, énekes madár jelenik meg a kertjeinkben. Kivált kép, hogy egyre többen gondoskodnak róluk különféle madáretetőkkel, magvakkal. A hűvösebb időben akár a madarak túlélése is múlhat azon, hogy találnak-e megfelelő elességet. Szép gesztus, ha etetőt készítünk a számukra, és ellátjuk őket élelemmel. Persze nem mindegy, hogy mit teszünk az etetőbe tudom javasolni azt, hogy akik szeretik az állatokat, azok nyugodtan madáretetőt építhetnek, akár hogyha van gyerkőt a családba gyerekekkel, ez egy nagyon jó program. A cinkéknek, verebeknek, gerléknek, mindenféle magvakat, a napraforgó, takarmányborsó, a köles, a darált kukorica, ezeket nyugodtan bele lehet helyezni a a madáretetőkbe, ez azért hálásak lesznek a téli időszakban érte az épület körül környékén tartózkodó madarak. Akár a gyermekeinket is rászoktathatjuk a madarakról való gondoskodásra télen. Jó tudni, hogy a boltban kapható olajos magvak, köles golyó, cínke golyó, mellett almát vagy lágy sajtot, nem sós, kifőtt szalonnát is adhatunk a madaraknak. Ha elfogy az eleség, naponta nem szükséges többször feltölteni, jó, ha megmarad a túlélési ösztönük, és keresnek bogarakat, lárvákat. Fontos viszont tudni, mint nem adható nekik. Madáretetőbe, tehát semmiféleképpen olyat, amit a madár nem fogyaszt. Tehát akár egy citrusfélét, egy hagymafélét, amit tudjuk, hogy esetleg mondjuk egy háztartásból megmaradt maradékot, azt ne tegyük ki, amire még itt ugye figyelni kell, ez könnyen betegséget is okozhat. Ügyelni kell rá, hogy kenyérféléket ne adjunk nekik, mert betegek lesznek tőle. De ugyanígy a sós szalonna sem tesz jót nekik.